Kocsis Máté, a Fidesz frakció vezetője feltűrte ingúját, aztán lenyúlta a Facebookos moslékos vödör aljára. Keverte, kavarta, markolázta. Aztán egyszer csak talált valamit. Erős kezével megragadta, kihúzta, és amit fogott, szétkente a vödör falán. Akarom mondani, kiposztolta a Facebookra hogy ennek a sziszifuszi pepecselésnek mi értelme, azt akkor érthetjük meg, ha átérezzük, hogy a veszélyek korában nincsen luxus. Mindenki azzal küzd a békéért, amilyen eszköz a kezébe akad. Na így már nem csoda, hogy a Fidesz frakció vezetője fülön csípte Kristófot, a piros pöttyös túrórudi gyár dolgozóját. Trumpra rálőttek, Orbán célkeresztben. Én Csillag Dávid vagyok, tartsatok velem. a Trumpéhoz vagy a Ficóéhoz hasonló merényletek mindig jó ürügyet szolgáltatnak arra, hogy a hatalom vagy épp az ellenzéke radikalizálódjon. Ezért is jelentek meg olyan kommentárok az USA-val kapcsolatban, hogy az a bizonyos szombatestén Amerika néhány centire volt egy polgárháború kirobbanásától. Na, hogy ez mennyire igaz, azt aláhúzza egy korábbi történet, a kapitólium ostroma. Amikor a felhergelt emberek hordába verődtek, az ostrom során pedig emberek haltak meg. Ugye emlékszünk még? Az a helyzet, hogy ennek a mostani Trump beszédnek is lett egy halálos áldozata. Ugyanis az egyik golyó, amit neki szántak, már mint Trumpnak, belefúródott egy republikánus néző fejébe, aki rosszkor volt rossz helyen. Rossz helyen, mert Trump mellett volt túl közel. És rosszkor volt ott, hisz, ahogy Orbán mondja, a veszélyek korát éljük. Olyan veszélyek korát éljük, amikor egy amerikai elnök nem akarja elfogadni, hogy vesztett a választáson. Precedens teremtés nem fog kezdet az utódjával. Ezzel pedig maga mutat példát a népének, hogy nincs amerikai egység. Az egységet eltörölték egység helyett inkább ostrom van, méghozzá az állandó fajtából. Például ostrom a kapitólium ellen, ostrom egy tévészékház ellen, ostrom észak és dél között, kelet-nyugat között, vagy jobb oldal és baloldal között. Gyurcsány azt mondta, hogy aki nincs velünk, az ellenünk van. Orbán azt mondta, hogy az ellenséget el kell pusztítani. Ő lő és tölt, lő és tölt. Putyin békét akar és nácitlanítani egyszerre, Trump pedig ismét harcra szólítja a híveit. Biden pedig egy, egy demes Na, ez a veszélyekkora. És akkor még nem is beszéltünk a klímahelyzetről, vagy a járványokról, vagy a szegénységről. Csak őrültekről, vénekről beszéltünk meg, vén vénőrültekről de ha már végén őrültek, akkor kanyarodjunk vissza egy pillanatra Trump gyűlésére, ahol volt ez a lövöldözés, és ahol egy ember meghalt. Azt nem tudni, hogy mielőtt az áldozat lehunyta volna utoljára a szemét, látta -e, ahogy Trump vérző füllel a karját lengeti. Azt sem tudni, hogy az áldozat, mielőtt kilehelte a lelkét, hallotta-e, ahogy Trump a karját lengetve üvölti a tömegbe, hogy fight, 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 azaz harcoljatok. Azért hozom ide ezt a képet, mert mindent elmond a mai közállapotokról. Az őrült rétor szónokol. Közben a háttérben a neki szánt golyó megöl valakit. Az őrült is megsebesül, de enyhén, és ettől nem illetődik meg, nem szeppen meg, nem gondolkodik, hanem fokozza, fokozza és üvölti, hogy harcoljatok. És miközben ezt fröcsöki, egy csapat ember betuszkolja egy autóba, és elhajtanak. Kb. úgy, ahogy egy őrültet összeszednek az utcán és beviszik az intézetbe. Az est egyenlege pedig két halott és két súlyos sebesült. Az elkövetőről, aki szintén halott, annyit tudni, hogy húsz éves volt. Tehát egy taknyos gyerek, aki most választott volna először, és be volt regisztrálva, mint republikánus szavazó. Ugyanakkor tizenpár dollárt adományozott korábban a demokratáknak is. Ezzel csak arra szeretnék utalni, hogy a gyerek pontos politikai preferenciái Hát ismeretlenek, meg hát a nyomozás még tart bőven ettől függetlenül idehaza kis Magyarországon a Fidesznek, nem jelentett gondot, hogy ezt a tengeren túli merényletet természetesen a balliberális sajtóra fogja. Meg úgy általában azokra az emberekre, akiket ők balliberálisként jelölnek meg. Persze ez a megjelölés attól független, hogy az illető beállítottsága a valóságban milyen. Ez a megjelölés Orbániknál inkább azt jelenti, hogy az a balliberális, aki nem fideszes. Na most ugyanez Gyurcsán nyelvre fordítva kb. úgy hangozná el, hogy aki nincs velünk, az ellenünk van. Szóval, ha a két régi cimboránk szavajárását vesszük, akkor megállapítható, hogy ezek bizony ugyanúgy a hergelésben érdekeltek. Persze, ha magamban nézek és próbálok magammal is kritikus lenni, akkor fel kéne tennem a kérdés befelé is. Én vajon hergelek? Vajon tudok úgy beszélni például Orbánról, hogy abból ne hergelés legyen? Lehet valakit úgy kritizálni, hogy az ne legyen hergelő? Egyáltalán, ha beszélek erről a Trumpos esetről, az már hergelés? Mondjuk az is lehet, hogy nem is velem van a baj, hanem inkább a hallgatósággal, hogy behergelődik magától. Mert hát megszokta, hogy a dolgoknak ez a rendje. Na mindegy, ez csak egy ilyen töprengés magamról, de ha van erről valami véleményed, azt légy szíj, írd meg kommentben, mert tényleg érdekelne. Persze csak miután bekövettél. Kocsis Mátéról meg annyit, hogy Pellengérre állított egy Facebookozó senki házit, amiért egy pénztáros lőrinc mém nevű csoportban szavazást indított egy esetleges Orbán ellenes merényletről. Kocsis a saját Facebook oldalán tette közzé az illető nevét, gondolom annak a reményében, hogy a viccelkedő, túlmozgásos, keményen dolgozó kis embert Kocsis utána a követői is meggyalázhassák. És ezzel el is érkeztünk a sötét középkorba, amikor a hatalom eretnekségért vagy bosszorkányságért eltehet lábalól akárkit, aki neki nem tetszik. Az a hatalom, amelyik Bajer meg Gajdicsottokat és Bencsik Bubukat zúdít a társadalomra én is csak azt tudom mondani, amit a kocsis alá kommentelők többsége, hogy az elítélendő, hogy valaki még ha viccből is, de Orbán merényletről posztol. Igen, ez elítélhető. De akkor a bencsikek és bajjerek meg a gajdicsok is takarodjanak a közéletből. Mondjuk én még azt is megkérdezném, hogy miért lehet képernyőn olyan ember, aki azon örvendezik a tévében, hogy Ugandában kivégzik a bubukat. Egyáltalán hogy létezhet ilyen tévé, ahol ilyenek elhangozhatnak? Persze ezek csak költői kérdések, mert sanszos, hogy a válasz, hát igen, egyszerű. Az a gyanúm, hogy a Fideszt valójában az erőszak nem is érdekli. Sansos, hogy a Trumpért való imára felhívás, és ez az egész ájtatoskodás csak egy máz. A valóság inkább az lehet, hogy folytatják azt, amit elkezdtek. Jelesül folytatják a kormánytól független média elleni hadjáratot. Máskülönben nem folyna minden fideszes csapból az, hogy a Trump elleni merényletről a liberális média tehet. Nem posztolna erről Kocsis Máté, Apáti Bence, Bohár Dániel, Deák Dániel, Déri Steffi, Csenge és Trombitás Kristóf egyszerre. De hogy Trombit idézzem, idézem a szavait, Mindez annak az uszító, hergelő, globalista lipsi médiának köszönhető, aki folyamatosan kelti a hangulatot, azok ellen a vezetők ellen, akik nemet mondanak a háborúra, a vókőrületre meg az illegális bevándorlásra mondja ezt Trombi, a Trump elleni merénylet másnapján, amikor még az FBI sem tudja, hogy pontosan mi történt, és hogy miért történt. Na mindegy, én úgy látom, hogy ez a merénylet jó ürügy arra, hogy a szuverenitás védelmi hivatal a kritikus sajtót még erősebben zaklathassa. De arra is jó lehet, hogy esetleg a Facebookon és a Youtube-on tevékenykedő személyeket pellengére lehessen állítani. És ha esetleg még valami jogszabályt is alkotnak, vagy módosítanak, akkor a liberalizmussal megvádolt ellenségeket még félre is tudják állítani. Talán még a magánszemélyeket is, hiszen Orbán megmondta, hogy a veszélyek korát éljük. A cél meg gondolom szentesíti majd az eszközt. A kérdés csak az, hogy túl a sajtó ügyén vagy Trumpon szerinted mi a cél? Ha tetszett a videó, akkor dobj egy lájkot, és iratkozz fel a csatornámra is.